Lampert Marianna vagyok, Paks az én városom. Azért vagyunk itt, mert minden nap erre megyek haza a fiaimmal, és erre jövünk reggel a buszhoz, és nagyon, nagyon szeretjük ezt a tájat, ezt a Paksnak ezt a részét. Nem csak ezt a lépcsősort, hanem ami fölötte van, mert utána egy kis erdőn keresztül a Lucernáshoz érünk, és a Lucernás után van a mi házunk, tulajdonképpen egy utca végén, itt Dunakömlődön. Tulajdonképpen véletlenül találtuk meg ezt a parasztház jellegű, de egy kissé felújított házikót, és nagyon-nagyon megtetszett, főleg a gyerekeimnek, meg hát nekem is hatalmas udvara van, maga a ház az kicsi, ilyen kis szerény, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat itt Dunakömlődön. Csendes, tiszta, nyugodt, úgyhogy minden kell, és a Paksnak a nagy Paksnak a lüktetése pedig hallható, amikor nagy a csend, úgyhogy így az embernek ez, aki már a városhoz szokott, annak ez megnyugtató, hogy itt van pár percen belül elérhető minden. Amikor megszülettem, akkor engem a szüleim Gerjenbe vittek haza, de a Paks mindenképpen benne volt az életemben, mert anyukám törzscsökeres paksi, apukám pedig Gerjeni, és akkor így az összes ünnep, az anno a május 1-i felvonulásokon mindig részt vettünk, illetve a család itt találkozott Pakson. Ugye a nagybátyám, nagynéném, ők is paksiak, nagyszüleim is. És ezen kívül, amikor általános iskolás voltam, akkor zeneiskolába Paksra jártam. Majd középiskolába Tolnára, de zeneiskolába Paksra, és így a nagyszülőkhöz is. Majd a főiskolát Szombathelyen végeztem, és én földrajzkönyvtár szakon végeztem, és utána Pakson akkor még VMK néven működő intézménybe kaptam állást, mint információmenedzser és könyvtáros. És akkor így az életemet végigkíséri, végülis tulajdonképpen Paks, nem csak a családom révén. Majd egy 5 évet töltöttem a Műveldési Házban, utána gondoltam, hogy kipróbálom a másik fajta életet, Magyarország más településeit. Persze Budapestre vezetett az utam, de rájöttem, hogy nekem az nem jó. Kipróbáltam más munkát is, és megszülettek a gyerekeim, és egy alvóvárosban éltünk akkor, ami nagyon, nagyon nem volt komfortos. És Gutai Juli, aki akkor vezette a Műveldési Ház könyvtárát, felajánlott, hogy nyugdíjba megy, s átadná nekem a munkáját. Az akkori vezető is ebben beleegyezett, és így visszaköltöztünk már akkor a fiaimmal Paksra, ami a lehető legjobb döntés volt az életemben. Azóta is ugye itt élünk Dunakömlődön és Pakson. Pakson úgy gondolom, hogy minden van. A gyerekneveléshez, a gyerekek fejlődéséhez, a gyerekek szórakozásához, kikapcsolódásához, egészségügyi ellátásához, minden megtalálható. Én nagyon jól érzem magam a munkahelyemen, nagyon szeretem azt csinálni, amit csinálhatok könyvtárosként, és a kollektívában is jól érzem magam. Közel van a gyerekeim óvodájához, iskolájához, ami nagyon nagy előnyt jelent, és úgy gondolom, hogy Paks mindenben kiszolgál. Rövid távok vannak, tehát hogyha valaki sportolni akar, szórakozni akar, vagy sétálni a Dunaparton, akkor ezt pár percen belül elérheti, akár gyalog, biciklivel. Autót nagyon keveset kell használni, csak az időspórolás miatt. És akkor így eszembe is jutott a Duna, ami ugye Gerjenben is az egyik fontos pont volt télen-nyáron. Télen szánkozni, nyáron fürdeni, és itt is nagyon fontos, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy mindkét fiam imádja a Dunát, és mindenféle természetes vizet, úgyhogy elég sokat töltünk a Dunán télen-nyáron.